A Magyar Növényvédőmérnök és Növényorvosi Kamara a Magyarországon tevékenykedő növényvédőmérnökök, illetve újabb nevén növényorvosoknak a szakmai köztestülete. A 2000. évi 84-es törvény hozta létre a kamarát, ez alapján működik, és gyakorlatilag a magyarországi növényvédelemnek az érdekképviseleti szervezete, szakmai koordináló szervezete. A kamara végez minden olyan egyeztetést, szervezést, amely a növényvédelmi szakmai tevékenység gyakorlásával összefügg. Tudni kell azt, hogy Magyarországon első kategóriás növényvédőszerrel dolgozni, illetve első kategóriás növényvédőszerrel történő tevékenységet szakirányítani kamarai tagsággal lehet. 3000 növényorvos a kamaránknak a tagja, a kamarának minden megyében működik megyei szervezete, ezeken keresztül látjuk el a tevékenységünket. A mai növényvédelem és a kamara tevékenységének is a fő stratégiája az integrált növényvédelem bevezetésével kapcsolatos nagyon sok feladatnak a végzése. Tudni kell azt, hogy a növényvédelemben az elmúlt években nem csak Európai Uniós szinten, hanem Magyarországon is szemléletváltás történt, és ma már azt mondjuk, hogy növényvédelmet úgy kell végezni, hogy minden lehetséges növényvédelmi eljárást alkalmazva arra kell törekednünk, hogy kémiai növényvédőszereket csak a szükséges minimális mértékben használjunk föl. Ez az integrált növényvédelemnek a lényege. Az integrált növényvédelem nagyon komoly szakmai felkészültséget igényel, nagyon komoly gyakorlati tapasztalatokat igényel, tehát egy nehéz és felelősségteljes munka. Az integrált növényvédelemnek a bevezetése az Európai Uniós növényvédelemmel foglalkozó szabályozás alapján is kötelező, tehát Magyarországon is kötelezően kell alkalmazni. Habár megjegyezném azt, hogy Magyarországon ez azért mégsem egy új keleti dolog, hiszen mi már az 1970-es években is foglalkoztunk ezzel a témával, de akkor nem ez volt a prioritás. Az integrált növényvédelemben a növényvédőszereket igyekszünk célirányosan felhasználni. Akkor, amikor a károsító ott van a területen, akkor, amikor éppen olyan stádiumban tudjuk a károsítót kezelni, amivel kevesebb növényvédőszerrel is nagyon hatékonyan el tudjuk hárítani őket. Ez azt jelenti, hogy ehhez nagyon sok információra szükség van, amelyek segítik eldönteni azt, hogy a károsító mikor lesz ott olyan egyedszámban a területen, amikor védekezni kell ellene, illetve egyáltalán lesz-e olyan egyedszámban a területen, hogy kell-e védekezni. Tehát a növényvédelmi előrejelzés az integrált növényvédelem alapvető fontosságú, megkerülhetetlen része. A növényvédelmi előrejelzés alkalmazása kötelező gyakorlatilag az integrált növényvédelemben. Ebben a kamaránk a tavalyi évben egy komoly lépést tett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen. Létrehoztunk egy megállapodást, amelyben megegyeztünk, hogy közösen országos növényvédelmi előrejelzési rendszert alakítunk ki, amelyben minden megyéből minden fontosabb növénykultúrára és ezen növénykultúrák fontosabb károsítóira vonatkozóan a adott növény biológiailag szükséges időszakában előrejelzési tevékenységet végzünk. Ezt a tavalyi évben elkezdtük, és az idei évben folytatjuk ezt a munkát. Éppen most április elejétől aktuális gyakorlatilag az előrejelzési tevékenység indulása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján kerülnek ezek az adatok, az előrejelzési adatok megjelenítésre, és gyakorlatilag a gazdálkodók számára azt a döntő segítséget mutatják meg, hogy mikor, milyen károsítóra kell odafigyelniük, és hogy mikor kell védekezniük az ellen a károsítók ellen, persze mindezt a tevékenységet növényvédő mérnök bevonása mellett.